Köszöntöm a Bonyhádi Napló nézőit, Lipták Péter vagyok. A Bonyhádi Gondozási Központ sikeres pályázatának köszönhetően a nagycsaládosok újabb segítséghez jutottak húsvét előtt. Az élelmiszerbankkal évek óta fennálló kiemelkedően jó kapcsolat eredménye, hogy minden ünnepet megelőzően tudnak segíteni. A csomagok szétosztásában ezúttal az önkormányzati képviselők által felajánlott segítséget vették igénybe. A Bonyhádi Gondozási Központ munkatársai szorgoskodnak azon, hogy még húsvét előtt elkészüljenek a nagycsaládoknak szánt csomagok. A központ évek óta pályázatok segítségével teremti meg a lehetőségét annak, hogy élelmiszerekkel segítse azokat, akiknek mindig jól jön egy kis plusz élelmiszerforrás. És egy nagycsaládban ennek mindig van helye. A Bonyhádi Gondozási Központ és az Élelmiszerbank Egyesület együttműködési megállapodást kötött. Ennek az együttműködési megállapodásnak keretében az Élelmiszerbank pályázatokat ír ki. Mi minden pályázatot igyekszünk megragadni, és minden pályázaton elindulni. Ennek értelmében most is nyertünk. Ez már a tavalyi évben is gyakran előfordult, az idei évben is. Mindig több milliós pályázati nyereményről van szó. Elsősorban tartós élelmiszereket nyerünk. Törekszünk arra, hogy az egyenlős igazságos eljárás szerint minden rászoruló kapjon. Most a nagycsaládos személyek azok, akik támogatásban részesülnek ennek a pályázatnak a keretében. A nagybeszállítók az Élelmiszerbank segítségével juttatják el adományaikat a szociális szférához, akik ezeken a pályázatokon keresztül osztják tovább. Bonyhádon a húsvét előtti élelmiszercsomag osztásból az önkormányzati képviselők is kivették a részüket. Szabó Tibor alpolgármester azt mondta, a mostani alkalom során nem nézték a szociális rászorultságot, így minden nagycsaládhoz ellátogatnak még húsvét előtt. Hogyha nagycsaládosokról beszélünk, ha idősekről beszélünk, hogyha diákságról beszélünk, teljesen mindegy, minden ember számít. És el kell mondanom, hogy úgy, ahogy egész Magyarországon ez Bonyhádra is jellemző, ugye a nagycsaládosok a társadalomnak egy 12%-át teszik ki. Ez a 12% az, aki a gyermekek egynegyedét neveli. Tehát ez nagyon fontos mindenki számára szerintem, hogy egy város hogy fogja túlélni ezeket az évtizedeket, hogyha azt mondjuk, hogy 50 év múlva is szeretnénk bonyhádiak lenni, és a gyermekeink is bonyhádiak lenni, és nem fogyunk el, akkor ehhez szükséges a nagycsaládos támogatás. Itt a gyermek a fontos, az a fontos, hogy szülessenek új és új gyermekek, és ezért mindenki szociális rászorultság nélkül is meg fogja kapni ezt a támogatást, ezt az adományt. Természetesen a rászorulókról sem feledkezünk meg, ez majd a közeljövőben fogják tapasztalni. Most jelenleg Bonyhádon 112, a tavalyi 130-hoz képest most egy kicsit fogytunk. Nagy valószínűséggel örömünkre felnőttek azok a gyerekek, akik tavaly még nagy családbannak számítottak. Farkas László, bonyhádi önkormányzati képviselő egy rászoruló családnak visz élelmiszercsomagot. Ugyanis a nehéz körülmények között élő háztartásokkal folytatódott az adományozási akció. A városban összesen 150 család kapott hasonló csomagot. Jöttünk ide Beregaljára, a szociálisan rászorulóknak a csomagját hoztam ki. Hát több család, ez az egy család maradt éppen még ki, ugye már a 8 órás idővallum nem lehetett befejezni. És igazából már itt ők megkapták a nagycsaládosoknak a csomagját, amit már szerintem a többi kollégáimmal együtt, a képviselőtársaimmal kihortunk. Közelebb kerülünk a lakossághoz, megismerik még jobban az ember a problémáikat, ahol tud, akkor az ember mindjárt személyesen egy segítséget, vagy a gondjaikat eljuttatom az illetékesekhez, hogy megoldásra kerüljenek. Ezek a csomagok ilyen tartós élelmiszert, egy kis édességet, hát javarészt élelmiszerről beszélhetünk. Elkezdődött a húsvétot megelőző nagy hét. Utóbbi az egyik legnagyobb keresztény ünnep. A következőkben a bonyhádi egyházak vezetői mondják el húsvéti üzenetüket. Fölemelte jobbját az Úr, halleluja! Az Úr hatalmasan munkálkodik, halleluja! Hol a tövised halál, hol a te fullánkod, halleluja! Igazából ez az ige is arra bátorít bennünket, hogy bizakodjunk, reménykedjünk. Ez az, ami nekünk reménységet ad, és ez az, amivel megpróbáljuk úgy megélni ezt az ünnepet, hogy valóban örömteli ünnep legyen mindannyiunk számára. Nagypéntek ünnepén Krisztus kereszt halálára emlékezünk, hiszen értünk halt meg bűneinkért,
és a halált győzte le ott a kereszten. A feltámadás ünnepén, húsvét vasárnapján pedig az élet győzelmét ünnepeljük. Nagyon sokan veszítették el életüket itt a járványhelyzetben, rájuk is gondolunk, értük is imádkozunk, de az élet győzelméről beszélünk, és az élet győzelmét hirdetjük ezen az ünnepen is. Az evangéliumban, illetve az új szövetségi szentírásban 14-szer hangzik el az a fölhívás, hogy ne féljetek, és ez mindig olyan helyzetben hangzik el, amikor lenne a hallgatóknak, az apostoloknak okuk valamilyen félelemre. De Jézus mégis erre bíztat bennünket, hogy ne féljünk, és ma nekünk szól ez. Egy éve különösen másképp halljuk, és tudjuk megélni ezt a fölhívást. Jézus is ugye tudjuk, hogy az olajfák hegyén retteg, vérrel verejtékezik, mert hát fél a haláltól, tudja, hogy mi az, ami vár rá, és azzal tudja ezt a félelmét, ezt a rettegésig ható félelmét leküzdeni, hogy igent mond az Atya akaratára, és a kezébe adja magát. Valami ilyesmi lehet a mi útunk is, hogy ne a rettegés uralja az egész életünket, és különösen a húsvéti életünket. Húsvét kapcsán tulajdonképpen a katolikus egyházban egy mai szóval élve hosszú hétvégéről beszélhetünk, hiszen szent három napot ünneplünk, ami nagy csütörtökön kezdődik, már a délelőtti órákban az egyházmegye papsága összejön az egyházmegye főtemplomában, megerősítjük a papi ígéretünket, és a püspök atya megszenteli, megáldja azokat az olajokat, amiket a kereszteléskor, a betegek ellátásakor fogunk majd használni. Délutánonként, esténként a plébánia templomokban az utolsó vacsora emlékét ünnepeljük, amikor Jézus megmosta a tanítványok lábát, és az oltári szentséget ráhagyta a tanítványokra és az egyházra. Két ilyen különös oltári szentség ünnepünk van, az Úrnapja, illetve a nagy csütörtök. Nagy pénteken nincsen szent mise a katolikus egyházban, Jézus kereszt halálára emlékezünk egy egészen speciális nagypénteki liturgiával. Nagy szombaton egész nap Jézus halálát ünnepeljük, tartjuk, csendben imádkozik az egyház egészen az esti húsvéti úgynevezett vigília szentmiséig, amikor is Jézus föltámadását megünnepeljük. Az ősegyházban, ebben a nagyszombati liturgiában, ebben a húsvéti vigíliában végezték a kereszteléseket, az újonnan megtérteket, ekkor avatták be a keresztény életbe, és ez is megjelenik ma is a liturgiában, emlékszünk a keresztségünkre, megáldjuk a keresztkutat, és megújítjuk a keresztségi fogadalmainkat, és emlékezünk Jézus föltámadására. És ennek a teljessége majd a húsvét vasárnapi szentmisében fog megjelenni, amikor különös nagy erővel és örömmel énekeljük az Alleluját, és hirdetjük az asszonyokkal együtt, akik üresen találták a sírt, azt, hogy Jézus föltámadt, és itt van közöttünk. És én mindenkit bíztatok arra, hogy ne féljen, jöjjön, igyekezzen velünk együtt ünnepelni ezeket az eseményeket. Kedves testvérek, Isten igéjét a János írása szerinti Szent Evangélium 19. részének 28-tól a 30-ig tartó verseiből olvasom. Jézus ezek után tudva, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, így szólt szomjazom. Volt ott egy ecettel tele edény, egy szivacsot ecettel megtöltve izsópra tűztek, és oda tartották a szájához. Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta, elvégeztetett, és fejét lehajtva kilehelte
lelkét. Így szól Isten igéje. Kedves testvérek, a történelem legfontosabb pillanata az, amikor Jézus kimondja ezt a szót, elvégeztetett. Ma a nagypénteki események leírásából idéztem ezt a néhány mondatot, amelyben Isten leghatalmasabb tette mutatkozik meg. A Bibliából megismerjük Istennek az ember érdekében véghez vitt nagy tetteit, melyeknek az volt a céljuk, hogy Isten helyreállítsa az ő teremtett világát, amelyet a bűn megrontott. Ha megfigyeljük, mi mindent tett Isten a történelemben, akkor végül mindig megérkezünk Jézus kereszthalálához és feltámadásához. A kereszten törli el Isten az emberi bűnt és lázadást, és teljesíti be a világ megváltását. Persze, Jézus keresztre feszítésének a története elsőre nem úgy tűnik a számunkra, mint ami győzelem lenne. De így voltak ezzel az első századi szemtanúk is. A római polgárokat a törvény szerint nem lehetett keresztre feszíteni. A kínzás és a halál eszközét csak a rabszolgák, az idegenek, illetve a legelvetemült bűnözők esetében érvényesítették. És mégis a keresztény egyháznak volt bátorsága arra, hogy a megaláztatás, a gyötrődés e szimbólumát, mint az Isten legnagyobb tettét állítsa elénk. Így tehát, amikor Pál apostol így tesz bizonyságot, a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje, valóban arra mutat rá, hogy a kereszt Isten leghatalmasabb cselekedete. A világ számára ugyan botránkozás és bolondság, de a hívő számára ebben teljesedik be Isten megváltó munkája. Nagypéntek és húsvét az a nap, amikor megtörtént a lehetetlen. Jézus életének egyetlen más eseményére sem érvényes annyira ez a kijelentés, mint éppen halálára és feltámadására. Még Jézus legközelebbi tanítványai számára is felfoghatatlan volt mindaz, ami nagypénteken történt. Az, hogy a messiás, az Isten fia meghaljon, teljes képtelenségnek tűnt követői számára. A mindenség teremtőjét megölik teremtményei. Ez egy olyan állítás, amely a zsidóság számára teljesen elfogadhatatlan. A rómaiak számára ugyanúgy botránkozás, egy keresztre feszített, szenvedő Isten imádata. A tanítványok teljesen bizonyosak voltak abban, hogy ha Jézus az Istentől küldött szabadító, akkor ő nem halhat meg. Ezért Jézus kereszthalálában ők az isteni királyság helyreállításával kapcsolatos reményeik meghiúsulását látták. Csalódottnak érezték magukat, reményvesztetté váltak. A nagy hét során azonban Jézus búcsú beszédeiben, szóképek segítségével, hasonlatok által nyíltan beszél erről. Így olvassuk az evangéliumban Jézus szavait. Egy kis idő, és nem láttok engem, de ismét egy kis idő, és megláttok engem. Bizony mondom nektek, hogy ti sírni és jajgatni fogtok, a világ pedig örül. Ti szomorkodtok, de szomorúságotok örömre fordul. Amikor az asszony szül, fájdalma van, mert eljött az ő órája. De amikor megszülte gyermekét, nem emlékszik többé a gyötrelemre az öröm miatt, hogy ember született a világra. Így most ti is szomorúak vagytok, de ismét meglátlak majd titeket, örülni fog a szívetek, és örömötöket senki nem veheti el tőletek. Így beszél Jézus, a születésről szóló hasonlatával igyekezett megvilágítani a követői számára a kereszt titkát. Bár a születés fájdalommal jár, ez a fájdalom mégsem céltalan.
A születés erőfeszítéséből valami új jön létre, új élet, amely a legnagyobb örömöt jelenti. Ugyanúgy Jézusra váró szenvedés a tanítványok számára nem csupán szomorúság, és nem csupán céltalan és értelmetlen szenvedés. Ebből a fájdalomból és szomorúságból fakad ugyanis a világ megváltása. Így a tanítványok bánata örömre fordul. Jézus előre kijelentette a tanítványai számára a halál feletti győzelmét, a világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot. Amen. Németországban régi szép hagyomány az Osterbrunnen, vagyis a húsvéti tojáskút készítése. Ezt adaptálták a bonyhádiak is, mégpedig a helyi német önkormányzat jóvoltából. Igazi húsvéti hangulat uralkodik a bonyhádi művelődési ház mögötti területen. A kaszinó térre érkezve egy húsvéti tojásokkal feldíszített fát, tőle nem messze pedig egy tojáskutat lehet felfedezni. Ott jártunk a készítésekor. A művelődési ház dolgozói Köllerné Koch Ilona irányításával díszítették fel a korona formájú vázat. A Németországból eredő hagyományt ugyanis Bonyhádon is ápolják. Bonyhád 2 éve csatlakozott ehhez a szép német hagyományhoz. 2 éve állítottunk először Osterbrunnent, vagyis húsvéti kutat, valamint akkor először tojásfát, és az előző évben ugye a pandémia miatt erre nem kerülhetett sor, és most ebben az évben gondoltuk, hogy mégiscsak felállítjuk. Előző alkalommal egy nagyon szép kultúrműsort keretében volt ez a tojásvállítás, valamint az Osterbrunnennek a felszentelése, de most ez a pandémia miatt sajnos elmarad, de arra gondoltuk, hogy mégiscsak egy kis örömet okozunk, és így a művelődési ház dolgozói a tojásfát már korábban felállították, mi pedig most állítjuk fel közösen az Osterbrunnent itt a kaszinó téren. Ez egy német hagyomány, Németországban, Frankföldön indult el, ugyanis ott minden településen a húsvét előtt kitisztították a kutakat. A lányoknak volt a feladata, hogy a díszítést ezt elvégezzék, viszont a férfiak, a fiúk tisztították ki a kutat, és az az érdekes, hogy a kút fölé, a díszkút felé egy korona formájú vázat tettek, és ezt díszítették örökzölddel. Ez lehetett tuja, vagy fenyő, bármilyen zöld ág, és erre tojásokat tettek. Németországban festették a tojásokat, tehát nem úgy, mint nálunk, hanem különböző mintákat, figurákat festettek rá, és kézzel festett tojások kerültek a kutakra. Frank részen minden településen feldíszítették ezeket a kutakat, és versenyeztek egymással a települések, hogy kinek a legszebb a kutya, és ez elterjedt egész Németországban, valamint a német nyelvterületen is, és így beszivárgott hozzánk Magyarországra is. Tolna megyében Hőgyészen állítottak először kutat, egy 6 településen volt már ilyen díszkút állítása, Bonyhádon, mint ahogy mondtam, 2 éve, nemrég Bolyban is állítottak. És ez egy közösségi rendezvény, amikor nekiállnak és együtt festik a tojásokat. Bolyban az óvónők több csoportban, több napon keresztül festették ezeket. Mi is egy összefogással valósítjuk ezt meg, a művelődési ház dolgozói, 2 pedasszisztensünk is van, és a német önkormányzat összefogtunk, hogy ezt megvalósítsuk. Köllerné Koch Ilona elmondta, a kutak díszítése egészen a kereszténység előtti időkre nyúlik vissza. Eredetileg a víz tiszteletét, tavasztal az élet kezdetét jelentette. A tojás szintén számos kultúrában az élet eredetének szimbóluma. Így a tojással díszített kút és fa Európában máig a megújulást és a termékenységet jelképezi. Újabb sportberuházás vette kezdetét Bonyhádon. Mintegy 53 millió forintból épül kézilabdapálya az általános iskola melletti területen. Ezt nem csak a sportolók, hanem az iskola több száz diákja is birtokba veheti hamarosan. A pálya építése most kezdődött el. Itt hamarosan egy kézilabdapálya áll majd. Andorka Gábor, a bonyhádi evangélikus gimnázium, kollégium és általános iskola igazgatója azt mondja, a sportolni vágyók és a diákok számára ideálisak lesznek végre a körülmények. A kézilabda a gimnáziumban és az általános iskolában is mindig egy fontos sportág volt, szívünkhez nagyon közel álló.
de hát nem csak a kézilabdázni vágyó és szerető gyerekek, hanem az ide járó több mint 550 kis lurkó is örömmel fogja majd birtokba venni a pályát, reményeink szerint. A Magyar Kézilabda Szövetség 6. alkalommal írta ki a pálya felújítási programot, ezek van beltéri és kültéri pályák is, és mi most egy kültéri pályát nyertünk meg, és ígéretünk van, majd egy strand kézilabda pálya, egy úgynevezett zöldmezős beruházás, amikor még teljesen szűz terület lenne a sportolásra bevonva. Ez az összeg egy kb. 52-53 millió forintos beruházásról beszélünk most. Kersák Tamás, az iskola testnevelő tanára és a Bonyhádi Önkormányzat Humán Bizottságának elnöke úgy véli, ráfért már a területre a felújítás. 40 éve is nagyjából ugyanígy nézett ki ez a sportudvarunk. Ez nem azt jelenti, hogy a mindenkori fenntartó nem tett meg mindent azért, hogy szinten tartsa és fejleszte ezt a sportudvart, de lehetőségek nem olyanok voltak, mint most a 2010-es években. Ez a betonos pálya, ez többször le lett marva a felső rétege, és újra lett aszfaltozva. A salakos futópályánkat is többször felújítottuk, leszedtük a felső réteget, és új salakborítást kapott. 2020. január 10-én fedeztük fel azt a lehetőséget, hogy kézzel a szövetség pályázatot írt ki, és attól kezdve igazgató úr vette át az irányítást és a szervezést. Ennek a pályának a felújítása, ez nagy mértékben beleillik abba a koncepcióba, ami Bonyhádon folyik, és ez nagy mértékben köszönhető a mai kormánynak, aki kiemelt ágazatként kezeli a sportot. Ha belegondolunk, hogy néz ki jelenleg a gimnáziumnak az udvara és az atlétikai centrum, majd ezt követte a uszodánknak a teljes körű felújítása. Pár évvel ezelőtt adtuk át a sportcentrumunkat, és még hivatalosan nem is tudtuk átadni a veszélyhelyzete való tekintettel a lenti városi sportpályát. És ez lenne a következő olyan lépés, ami bizonyítja azt, hogy Bonyhád város mindig a sport mellett volt. Itt a pályán azért meg kellett említeni az egyháznak a szerepét is, mert egyházi, evangélis egyházi iskola vagyunk. Az iskola vezetése ígéretet kapott, hogy hamarosan forrás érkezik a strand kézilabdapálya kialakítására is. A Bonyhádi Atlétikai Klub pár hónappal ezelőtt új pályát, most pedig új eszközöket kapott néhány sportághoz. Csábrák János edzővel többek között arról beszélgettünk, hogy mindez mennyiben segíti a sportolók előrehaladását. A Bonyhádi Atlétikai Klubnál az elmúlt időszakban sok változás történt, melyek nagyban megkönnyíthetik az ott sportolók felkészülését. Az atlétikai pálya megépülése mellett most számos dolgot kapott a sportklub. Novemberi időszakban ősszere elkészült a városi sporttelepen, ahol most vagyunk, a 400 méteres rekordtános atlétika pálya, az ugró létesítményekkel, az ugrópályákkal, a távolugróval, a magasugró és a rudugró leérkező helyeket elkészítették, illetve a dobó szektornál kialakították a gerejt, nekifutóját és a súlylökő helyet. Most jelen állapotában ott tartunk, hogy a tavaszi időszakban megérkezett az Atlétikai Szövetségnek a támogatásával a rudugró leérkezőhely, amit mögöttem látható, és a magasugró domb, ami egy minőségi változás lesz szintén és újra a Bonyhádi atlétika életében, hiszen nem elég, hogy egy versenyszintű 400-as rekordtános pályát kaptunk, hanem minőségi ugró pályáink is lesznek. Az atlétikai klub sportolóinak ezelőtt is voltak lehetőségei a gyakorlásra, ám Csábrák János, az AC Bonyhád edzője szerint sokkal gördülékenyebb lesz így a felkészülés. Azt tanítja az edzés elmélet, hogy a teljesítménynek vannak különböző faktorai. És benne van a versenyzőnek a motivációja, az edzői munka, sok minden más, formaidőzítés, egyebek és időjárási körülmények is. Van egy olyan része ennek a felkészülésnek, hogy nem mindegy, hogy milyen eszközökkel történik a felkészülés. Én úgy gondolom, hogy ezek a gyerekek megérdemelték azt, hogy nemzetközi színvonalú körülmények közé kerüljenek. Itt jelen esetben igazából arról van szó, hogy teljesen más egy ilyen nyitott téren, ahol általában a versenyek
meccset megrendezik, tudnak gyakorolni, vagy pedig egy zártabb közegben, az nem mindegy. Szokják ezt az új leérkező helyet, a nekifutásnak vannak különböző fokozatai, ugye ezt is külön meg kell nekik tanulni. Én úgy gondolom, hogy ezzel, hogy ez itt megépült, ez egy minőségi változás ez az ő teljesítményükben. A Bonyhádi Városi Sporttelepre első körben 25 nemzetközi minősítésű gát érkezett, illetve várhatóak még magasugró lécek, medicínlabdák és versenyrajtképek is. Pálya szép lassan fölöltözködik, így szoktuk ezt nevezni, így hívjuk. A magasugró és a rudugró mellett, amit az Atlétikai Szövetség támogatásával sikerült a pályára elhozni. A város megemelte a sporttámogatását az atlétikai klubnak olyan értelemben, hogy külön eszközbeszerzésre biztosított 1,6 millió forint értékben olyan összeget, amivel folyamatosan tudjuk bővíteni azokat az eszközöket, amik az edzéshez, illetve a versenyzéshez szükségesek. Csábrák János szerint a létesítmény megépülésével és a kellékek érkezésével a minőségi munka feltételei kiteljesedtek. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!